Köszöntöm nézőinket! Önök a Kvantumot, a Szeged Televízió tudományos műsorát látják. Straub napok a Szegedi Biológiai Központban. Hogyan jutnak át a rákos sejtek a véragygáton? Hogyan védekezik agyunk az információs robbanás ellen? A klímaváltozás az allergiás megbetegedésekre is rossz hatással van. Ezek mai témáink. A Szegedi Biológiai Központ hagyományosan legnagyobb tudományos rendezvénye a Straub napok. Ebben a szervezeti formában utoljára rendezték meg, hisz az akadémiai kutatóintézeti hálózat átalakítás előtt áll. Újdonságként idén a nyitónap plenáris előadásai is angolul hangoztak el. A fő téma ezúttal a genetika volt. Juhász Gábor a lizoszómák működését vizsgálta. Ezek a sejtekben elhelyezkedő apró alkotóelemek. A lizoszómákban történik mindenféle káros, öreg vagy szükségtelen sejt alkotónak a lebontása, és utána az újrahasznosítás. Tehát olyan, mint egy újrahasznosító központ. Nem szeméttelep, újrahasznosít. A sejtek kémhatása semlegeshez közeli, a lizoszómák azonban savasak. Ez kell a működésükhöz. A lizoszómán belül vannak azok az enzimek, amik lebontják az odaszállított anyagokat. És az nagyon fontos, hogy ha ezek az enzimek netán kiszabadulnának a sejtbe, akkor ne pusztítsák el a sejtet. Emiatt ezek az enzimek csak savas kémhatás mellett aktívak. Az amúgy is segíti a savas kémhatás a lebontást, mert hogy a hidrolízis révén könnyebben lebomlanak például a fehérjék. Elsősorban a zsírszövetben lévő rizoszómákat vizsgálják, mert itt zajlanak a legerősebb lebontó folyamatok. Amikor például éheztetjük az állatokat, akkor nincs külső tápanyag, és ezért kénytelenek a már raktározott tápanyagokat újrahasznosítani, amit úgy tesznek meg, hogy először lebontják a rizoszómákban, és utána az építőkövekből építenek fel újabb fehérjéket például. A rizoszómáknak fontos szerepük van a kalcium raktározásában is. Még nem ismert, hogy miért fontos a lizoszomá és kalcium raktár. Az tény, hogy a lizoszomák sokkal kevesebb kalciumot tudnak raktározni, mint például más sejtalkotó, például az endoszplazmás retikulum, mert hogy jóval kisebbek. De azt gondoljuk, hogy nagyon fontos szerepük lehet lokálisan, csak a lizoszoma környezetében történő kalcium szint változásoknak a szabályozására. Ez lehet az a jel, ami befolyásolja, hogy a lizoszóma mennyire savas, tehát hogy mennyire emészt, mennyire aktív, vagy éppen inaktív. A lizoszómák minden élő szervezet számára alapvető jelentőségűek. Gyakorlatilag az eukarióta, vagyis állati, növényi, vagy egysejtű sejtek nem képesek lizoszóma nélkül túlélni. Ez annyira fontos, mintha egy nagyvárosban a szemetet nem takarítaná el senki. Egy idő után tönkre menne annak a nagyvárosnak az infrastruktúrája, mert mindent elhalmozna a szemét. De ezen felül azt is tudjuk most már a lizoszomákról, hogy a sejtnek a növekedését irányító jelek tulajdonképpen a lizoszoma felszínén jönnek létre. Tehát a lizoszoma egy sejt növekedést érzékelő központ tulajdonképpen a sejtekben. A rizoszómák működését azért is meg kell ismernünk, mert sok olyan betegség van, ahol rizoszóma működése szenved zavart. Talán erre a legegyszerűbb példa az Alzheimer-t kórhozni, hiszen ez érinti a legtöbb idősödő embert. Ilyenkor ugyanis tele vannak az úgynevezett disztrófiás neuritok, tehát az idegsejteknek a nem működő nyúlványai abnormális, működésképtelen lizoszómákkal vagy egyéb vezikulákkal. Tehát feltehetően, hogyha valahogyképpen sikerülne elérni, hogy ezek a lizoszomák megint jól működjenek, akkor talán ezzel javítani lehetne az Alzheimer koros betegeknek az állapotát. Érdekes probléma, hogy a lizoszomák nem mindig savasak, csak akkor, ha emésztenek. Amikor olyan anyag érkezik a lizoszomákhoz, akár autofágia, akár endocitózis révén, amit utána a lizoszoma lebont. Tehát ha nincs mit tenni, akkor a lizoszoma nem savas, mert rengeteg energiába kerül az, hogy ezt a savas kémhatást, ezt fenntartsa a sejt. Tehát a sejtek úgymond okosak. Akkor fogják használni, működtetni a lizoszomájukat, amikor tényleg szükségük van rá. És azt gondolom, hogy ez az a kérdés, ez az a kutatási irány, amivel senki nem foglalkozik jelenleg a világon. Tehát ezért remélem azt, hogy a mi kutatásunk egyedülálló lehet. Pap Balázs az anyagcsere folyamatokat vizsgálta. Az anyagcsere az az élet egyik legalapvetőbb folyamata, az a folyamat, ami során a sejtjeink a környezetből felvett tápanyagot a saját építőkockáikká alakítják. Ez a molekulák szintén zajlik, sok-sok biokémiai reakció áll a hátterében, és a baktériumoktól az emberig az alapja az nagyon konzervált, tehát nagyon hasonlóan történik.
Mégis az az érdekes, és erre irányul most a kutatásunk, hogy a különböző fajok, sőt egy fajon belül a különböző egyedek, egyének között is nagy eltérés van abban, hogy az anyagcsere részleteiben hogyan működik. Mennyire aktív az egyik útvonala, vagy kevésbé aktív a másik. A paradicsomot hozta példának, amelynek háziasított változata egészen másképp működik, mint az eredeti vadalfaj. A nemesített paradicsomban a bizonyos alkaloid vegyületeknek a koncentráció sokkal alacsonyabb. Ez azért fontos, mert ezeknek nem jó az ízük. És pont, hogy a háziasítás részben arra irányult, részben, hogy nagyobb tömegű legyen, részben pedig, hogy az íze számunkra kedvezőbb legyen. A vadparadicsomnak szüksége van erre, hiszen gyakorlatilag ezzel védekezik a kórokozókkal szemben. Az emlősök nagyon változatos élőlények, ám anyagcseréjük hasonló. Az eltérések azonban nem mindig igazán fontosak, lehetnek véletlenszerűek is. Önmagában egy nyitott kérdés, hogy ha látunk variációkat, az hasznos-e bármire, vagy pedig csak azért jelenhetett meg, mert két eltérő módon is lehet ugyanolyan jól működni. Tehát elképzelhető, hogy semmilyen közömbös a hatása. Jó pár példa ismert, amikor valamilyen vegyületnek a megváltozása, az például betegséget okoz. Gondoljunk például a koleszterin szint változásra, ami jelez is, meg részben okoz is szívérendszeri panaszokat. De ugyanígy fajok között is vannak anyagcsere változások. Például a csimpánz és az ember agyában bizonyos molekuláknak egész más az összetétele, és ez feltételezik, hogy ez összefüggött azzal, hogy az emberi agy egy nagyon jelentős evolúción ment át. Tehát ez a változás valószínűleg előnyös volt. De vannak olyan változások, amikről egyébként nem lehet megmondani, és könnyen lehet, hogy semmilyen lényeges hatása nincs. Azért fontos ezt megértenünk, mert az orvostudomány számára, ugye a mindennapi gyógyításban vagy diagnosztikában az lenne érdekes, hogyha azokat a változásokat tudnánk közvetlenül megtalálni, amik ténylegesen okoznak is valamilyen funkcionális eltérést. Még az ilyen semleges, közömbös különbségeket pedig gyakorlatilag mint zajként kezelnénk. Mi tartja ugyanolyan szinten az anyagcserét a különböző fajokban, annak ellenére, hogy mondjuk az egy nagy testű medve, vagy egy kis testű egér, vagy pedig egy csimpánz, vagy egy ember. És valójában azt látjuk, hogy a fontos metabolitoknak konzerváltabbnak kell, amik például betegségeket okoznak, míg a kevésbé fontosak, azok akár jobban meg is változhatnak. Ezen felül vannak leírt esetek, amikor például az öregedéssel kapcsolatban, vagy különböző stressz tűrésekkel kapcsolatban egy-egy metabolitnak megváltozik a szintje, de általánosságban ezeket még kevéssé ismerjük, úgyhogy részben ezt kutatja a csoport. A szegedi kutatók máshol mért adatokat dolgoznak föl. A közeljövőben az emberre fognak koncentrálni, több ezer klinikai adatot fognak elemezni bioinformatikai módszerekkel. Minden évben a Straub napokon adják át az intézmény legmagasabb tudományos elismerését. A Straub plakettről az SBK akadémikusai szavaznak. Idén Kriszbai István kapta az elismerést, aki elsősorban azt kutatja, hogyan tudnak átjutni a rákos sejtek a véragygáton, azaz az agyi hajszálerek védőrendszerén. A véragygát elsősorban azt akadályozza meg, hogy az agyba mérgező anyagok jussanak be. Ám az úgynevezett endotél sejtjei akadályt képeznek a daganatsejtek előtt is. Érdekes dolog, hogy csak bizonyos daganatsejtek jutnak át a véragygáton. Tehát a rengeteg féle rossz indulatú daganatból elsősorban a tüdő, az emőkarcinóma ad agyi áttétet, illetve a melanóma. A melanómában az az érdekes még, hogy nagyon nagy hatásfokkal jutnak át, tehát a melanómás betegek nagyon nagy százalékában alakulhat ki agyi áttét. Ezek a daganatos sejtek tönkreteszik a gátló sejtek közötti kapcsolatot, így jutnak át. A legfrissebb kutatási eredményeink azt mutatják, hogy az immunsejtekhez hasonlóan az endotél sejteken keresztül vándorolva is át tudnak jutni. És ez a vándorlás, ez nagyon érdekes jelenség, ugyanis a központi, tehát az agyi keringésbe jutva a daganat sejtek például kísérletes körülmények között néhány napig
kitapadva ülnek az endotél sejteken, és nem történik semmi. Ez nagyon jól látszik az in vivo kétfoton mikroszkópos vizsgálataink során, ahol ugyanazt a daganat sejtet tudjuk nyomon követni élő állatban napokon át. Aztán kap valamiféle jelzést, és néhány óra alatt átvándorol az agyi endotél rétegen, és szorosan a kapillárisnak az idegrendszer felüli oldalához tapadva kezdenek el vándorolni, illetve hogyha megfelelő szignálok jönnek, akkor szaporodni. A kísérletek egy részét szöveteken in vitro végzik. Az agyi kapillárisokat gyakorlatilag petricsészében rakjuk össze, az összes elemeit, endotél sejteket, pericitákat, asztrocitákat. Ennek a módszernek az előnye az egyszerűségében rejlik. Biokémiai folyamatokat, molekuláris biológiai folyamatokat pontosabban tudunk modellezni, precízebben tudunk vizsgálni. Élő szervezeteken is vizsgálódnak. Erre a célra egerek agyműködését figyelik meg különleges nagy teljesítményű mikroszkóppal. A felszíntől körülbelül 0,5 milliméter mélységig látunk be például az állatok agyában. Gyakorlatilag minden látszik, ami 0,5 milliméteren belül van. Nagyon jól látszik a kapilláris hálózat, illetve vannak olyan transzgenikus egereink, amelyeknek egy-egy sejtípusa világít, például az endotél sejtjei vagy a pericitái. Úgyhogy az élő állatban is már egyértelműen azonosítani tudjuk a sejteket, jól látjuk a mozgásukat, az interakcióikat. A rákcsálókon mért eredményeket persze nem lehet egyértelműen az emberre is alkalmazni. A biológiai folyamatok jelentős része konzervatív, úgyhogy feltételezhető, hogy a mechanizmusok túlnyomó többsége legalábbis hasonló módon zajlik. Ami nehezíti modellként való használatát a rákcsálóknak, hogy bizonyos betegségek, így például bizonyos daganatok is nem fordulnak elő spontán náluk. Például a melanóma spontán nem fordul elő rákcsálókban. Így nagyon nehéz egy igazán jó modellt létrehozni, de hát itt a valamit valamiért élő állatban tudunk vizsgálódni, élő állatban levő mechanizmusokat tudunk nyomon követni, de hát sajnos nem ugyanaz, mint az ember. A kutatás fő célja az, hogy meg lehessen akadályozni a daganatos sejteknek az agyba való bejutását, illetve az ottani szaporodását. Keresjük azokat a sejt-sejt közötti interakciókat, amelyek megakadályoznák például a véragygáton átjutott sejteknek a további szaporodását, és itt nagyon ígéretes eredményeink is vannak a pericita tumorsejt kapcsolattal összefüggésben. Maradjunk még az agynál, elsősorban annak működésénél. Az információs robbanás agyunkat is új kihívások elé állítja, mondta Frajt Tamás, a terület világhírű kutatója. Ez szorongást és egyéb gondokat okozhat, de tudunk azért védekezni ellene. Az emberi agy az evolúció csúcsterméke, mondta előadásában Frajt Tamás. Ennek a szervnek a működése minden más szervünknél sokkal bonyolultabb. Egy máj sejt például csak 6-8 másik sejttel áll kapcsolatban. Az agykéregben közel 100 milliárd idegsejt van, és a nyúlványok szövevényes rendszerének köszönhetően mindegyik akár több ezer másik sejttel létesíthet kapcsolatot. Agyunk tárolókapacitása Frajt szerint gyakorlatilag végtelen. Ennek ellenére nem minden emléket tudunk előhívni. Nem tudjuk adresszálni, nem tudunk belekapaszkodni, berántani egy tudatos gondolkodási folyamatba. Ezért nagyon fontos a belső világ, mert ugye érzelem, gazdagság, motiváltságunk, stb. Ezek együttese a belső világ, mert ez a belső világ tesz rá olyan kapaszkodókat, amin keresztül ugye be tudjuk rántani egy gondolkodási folyamatba. Ezt a folyamatot az agy középpontjában lévő kisebb terület szabályozza. Ez a terület szervezi meg, hogy a bejövő információ régebbi emlékképhez tapadjon, rendszerbe szerveződjön, s így előhívhatóvá váljon. Az utóbbi évtizedekben információs robbanás zajlott le a világban. Agyunkat sokszorosan több információ éri, amit krónikus stresszként él meg. Elhiteti magával az ember, hogy minden mennyiségben képes szelektálatlanul is felhasználni, kezelni, raktározni az információt. Hát ez nagyon kevés embernek megy, csak azt fogjuk elérni, hogy telítjük az átmeneti
ideiglenes tároló rekeszeket használhatatlan információval. Ugye szörfölget az ember az interneten, rég elveszti az érzelmi viszonyulását a megismerendő anyaghoz, rég elveszti a motivációját is, és ez a szörfölgetés ez pontosan arra jó, hogy kapaszkodók nélküli ismerett anyagokat égessünk be az átmeneti tároló rekeszekbe. Most ezekből soha nem támad egy eredeti új gondolat sem, emiatt az ember úgy érzi, hogy hiába töltött el órákat a számítógépen, információkat szerezve idézőjelben, egy árva eredeti gondolata sem támad, emiatt jön a sikertelenség, kudarcélmény, krónikus stresszállapot és ebből pedig depresszió. Ennek az az egyik legnagyobb hátránya, hogy ezeket az információkat a kreatív alkotó munka során nem tudjuk felhasználni. Ne habzsoljuk az információt szelektálatlanul, hagyjunk időt az agyunknak arra, hogy bevonja ezt a belső világot, adjon lehetőséget az érzelem, gazdag érzelem világának arra, hogy ráüsse a maga pecsétjét ezekre az információ csomagokra, csak ezáltal válhat egy memórianyomtartósá. Ezt egy nagyon tragikus, vagy egy nagyon örömteli élmény az önmagától is elvégzi ezt a feladatot, ezért nem felejtjük el ezeket a dolgokat soha. De ha maga az élmény nem adja magát, hogy ilyen szinten intenzív a érzelmileg intenzív, akkor nekünk kell gondoskodni arról, hogy ne foglalkozunk olyan dolgokkal, amihez nem viszonyulunk megfelelően intenzíven, nincs kellő motiváltság, csak úgy gondolom, hogy megnézem, de igazából nem érdekel. És az ember egyre több ilyen dologgal tölti az idejét, hogy csak azért nézi meg, mert éppen a keze ügyében van a számítógépnek a billentyűzete, hogyha ez nem lenne, hanem a könyvtárban kéne lemenni azért az információ, biztos, hogy nem venné fel a cipőt, kabátot, és nem menne le a könyvtárba. A kutató szerint döntő, hogy csak azokkal az információkkal töltsük az időt, amelyek valóban fontosak nekünk. A többit hanyagoljuk el. Ezeket jól megválogatva, szelektálva, kellő érzelmekkel viszonyulva ezekhez az ismeretanyagokhoz, ezeket biztos, hogy tartósan el tudjuk tárolni, és egy-egy kreatív gondolkodó tevékenység során fel tudjuk használni. Belső világunkat is tudatosan fejleszteni tudjuk. Ez egyaránt fontos a személyiség integritása és a hasznos emlékek jó tárolása szempontjából is. Nem csak mindennapos testnevelésre van szükség, legalább ilyen fontos a mindennapos katarzis, amit leginkább a művészeti élmények biztosíthatnak számunkra. Természettudományok oktatásánál is ugye vannak az olyan karizmatikus tanár egyéniségek, akik akár még ilyen tárgyak során, oktatása során is képesek ilyen speciális örömérzethez juttatni a nebulókat, de ami ennél sokkal könnyebb, az a művészi élmények. Meg kell nyitni a befogadás folyosóját a fiatalság agyában a különböző művészetek iránt, hiszen ugyanezen a folyosón közlekedik tulajdonképpen a kreatív alkotó tevékenység is, csak a másik irányba. Befogadó művészeti élmények befogadása és aktív részvétel az értékteremtésben, az alkotási folyamatban. Ezek úgy gondolom talán a legfontosabbak. Az akadémikus mindebben jó példával is előjár, hisz tudományos munkája mellett fiatal kora óta énekkarokban énekel, és hangszeres zenészként is rendszeresen föllép. A globális felmelegedés káros hatásait nem kell elemezni, de egy magyar és egy amerikai kutató új aspektusból vizsgálta korunk világ problémáját. Makra László az Egyetem mezőgazdasági karának oktatója. Kutatótársával közösen arra jött rá, hogy folyamatosan nő az allergiások száma, mert az egyre melegebb időjárással egyre nő a pollen szennyezett terület és a pollen koncentráció. Felfedezésük azért is kiemelkedő, mert 20 éve nem született ilyen munka, melyet most a rangos tudományos labban, a Lancet Planetary Health-ben közöltek. A parlagfű őshazája az USA Arizona állama, de ma már szinte az egész világon megtalálható. Közép-Európába, így hazánkba is gabonaszállítmánnyal került az első világháború után. Nagyon agresszív növény, pollenje rendkívül káros, allergiás tüneteket, szénanáthát okoz. Így aki egyszer érzékenyé válik rá, már sosem szabadul tőle, már csak azért sem, mert kiirtani szinte lehetetlen. Félsivatagi klímájú területről származik a parlagfű pollen, az USA Arizona államából, és idejében nagyon kedvező klíma körülményeket talált magának a Kárpát-medencében, hasonló a klíma,
nem feltétlenül félsivatagi, de vannak olyan aszályos éveink itt Magyarországon, hogy különösen a Dunától keletre szinte optimálisan tenyészik. Makra László amerikai kutatótársával azt vizsgálta, hogyan függ össze az egyre súlyosabbá váló globális felmelegedés és a parlagfű pollenjének koncentrációja. Globális felmelegedés mindenhol, így Magyarországon is érzteti hatását. Ennek a következménye idehaza az, hogy egyre szárazabbá, másrészt melegebbé válik a klíma. Mind a kettő a parlagfű optimális tenyészésének az irányába hat, ami azt jelenti, hogy igaz ugyan, hogy el van terjedve már mindenütt az országban a parlagfű, de idővel már pedig ebbe az irányba haladunk, még nagyobb lesz az előfordulási gyakorisága, és még több pollent fog szórni. Összesen 17 mérőállomás adatait vetették össze a világ minden pontjáról. Európában, Amerikában és Ázsiában, és az egyes mérőállomásokon mért összes előforduló pollenfajtát vizsgálták. A konklúziónk, amit végigkövetkeztettünk, az volt, hogy a pollen koncentráció növekedni fog, a pollen szezon hossza megnől, az allergén pollennek, az allergén növények, amelyek a pollenjeit ugye vizsgáljuk, élőhelyei kiszélesednek, északabbra kiáltolódnak, több ember lesz érintett a pollennel, nagyobb lesz a légúti betegségeknek a kockázata, amit pollen okozna. Tehát nagyobb lesz a pollenallergia kockázata globálisan. Tehát a másik lényeges következtetése ennek a publikációnak ez volt, hogy a globális felmelegedés kapcsán ez a publikáció mondta ki először, hogy a globális felmelegedés a globális pollenallergia növekedésének a kockázatával jár. A kutatók további terve az, hogy a déli féltekéről is adatokat gyűjtsenek és kontinentálisan külön összegzést készítsenek. Ez azért lenne fontos, mert nem csak mi küzdünk ezzel a problémával, hanem más országok is. Bár az igaz, hogy nálunk van a legtöbb parlagfű, ami ellen bár hoztak már törvényeket, még mindig nem elegendő lépés a növény megfékezésében. Magyarország a parlagfűvel és pollenjével leginkább szennyezett országok közé tartozik a világon. Egy nagyságrenddel, tehát 10-es szorzóval több a pollen koncentráció átlagosan nálunk, mint a második parlagfűvel leginkább és pollenjével leginkább szennyezett Észak-Oroszország és a Rhône-völgye Franciaország régiójában. Még nagyon sok Európában, Ukrajna területén, illetőleg Oroszországnak a délnyugati részén, viszont ott csak egy 10-12 évvel ezelőtt kezdtek el pollencsapdákat, aerobiológiai állomásokat telepíteni, tehát ott valós, hosszú pollen adatsoraink nincsenek, arról nagyobb információkat nem tudunk mondani. Tehát Magyarország az első körben mindenképpen, és USA szintén a leginkább kockázatos országok e tekintetben. Ennek viszont súlyos gazdasági hatásai is vannak. Magyarországon pollen allergiában szenvedők évi gyógyszerköltsége az kb. 27 milliárd forint egy év. Ebben parlagfű pollenre és más pollenre, ugye ilyenkor nyáron a nyár pollenjére is sorolhatnám tovább. Ugyanezen pollenallergiás betegek kórházi és rendelőintézeti kezelési költsége 16 és 20 milliárd forint közötti. De mondhatom, a mezőgazdaságban okozott károkat, a parlagfű tenyészésével okozott kár, a terméskiesés, az 70-90 milliárd forint közötti összeg. Nem beszélve a közvetlen és egyéb közvetett károkról, mint például a turizmusban okozott károk, a turista nem megy oda, ahol főleg a pollenérzékeny, ahol nagy a pollen koncentráció, ugye a kockázat. Aztán a betegállományban töltött idő, a betegállományban nem töltött idő, de kisebb munkaintenzitás a betegség miatt. A parlagfű maga szennyezetfető, meg erről már szó volt, és sorolhatnám. Ez mind odahat, hogy óriásiak a nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági kockázatok. Gyakorlatilag évi 120-200 milliárd forint közötti az okozott kár Magyarországon. Amit tehetünk, hogy még virágzás előtt lekaszáljuk, hogy a pollenjeit ne szórja szét. A mi feladatunk az, hogy környezetünkben írtsuk, amerre vagyunk, amerre személyesen látjuk, írtsuk a parlagfűvet. Ez a személyes feladatunk, kötelességünk mi akkor is, hogyha nem vagyunk pollenérzékenyek. Az én példám bizonyítja, hogy aki egészségesen születik, nincsen felmentve az alól, hogy esetleg másnap egy élete folyamán, egy adott következő napon beteg nem lesz. Makra László úgy becsüli, 2060-ra 30%-kal több allergiás beteg lesz majd hazánkban. Most 2 millióról szólnak az adatok, de 40 év múlva 2 millió 600 ezer ember szenvedhet majd a parlagfű pollen okozta allergiától. A probléma tehát nem áll meg, sőt, a globális felmelegedéssel csak még jobban fokozódik.
Kedves nézőink, ez volt a Kvantum. A Szegedi Tudományosság friss híreivel júniusban jelentkezünk. Várom Önöket akkor is. Viszontlátásra!